cigányoknál buli van, főleg amikor a Bódi Csabi itt van. Ezeknél a cigányoknál buli van, főleg amikor a Bódi család itt van. Vigyázz testvér, az életet kihasználom. Csabi itt van. Ezeknél a cigányoknál buli van, főleg amikor a Bódi család itt van. Érezzed, amíg van. Máma este ti nálatok buli van. Jó a kedvem, hogyha minden testvér itt van. Király testvér, az életet kihasználod, meg ma este a családodnak uralod. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és a Krisztus fiától, a mindenkorú, az Úr Jézus Krisztustól. A Szentlélek Isten megálló és megőrző közösségével. Hallgassuk, hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Meg van írva a Máté írása szerint a Szent Evangélium 28. részében. A 28. rész 18. és következő versében. Nékem adott minden hatalom menjen és föld. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében. Tanítványokat, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, s íme én veletek vagyok minden nap. Szeretettel köszöntelek benneteket, ősi templom falai között. Azért vagyok most itt, hogy ezt a kisfiút megkereszteljük, azaz befogadjuk a keresztényeket a Szent Egyház közösségébe. Mielőtt rájöttem a keresztvizet, néhány gondolatban szólunk előttetek. A keresztény sárkányimának értelméről és keresztényel. Krisztus Urunk szerzi a keresztség sákramentumát mennyei emeltetésre alkalmával. A sákramentum az egy görgetetekű szó, azt jelenti, hogy szentjegy, szentegység. Tudjátok jól a mindennapi életből, hogy a pecséten van egy jel, hiszen a pecsét arra van, hogy jeleznek valamit. A keresztség pecsétként a jel, az urasztalán látható tiszta víz. Ez a tiszta víz jelképes értelmű, ahogyan a test szennyét lemossa a tiszta víz, úgy mossa le a lélek szennyét Krisztus vére alatt. Isten végtelen aláhagyó szeretete nyilvánítatik ki a keresztség sákramentumára. Az Atya szeretete arra volt képes, hogy az idő teljességében elküldi az ő egyszülött fiát, ami megváltunkat, az ő érdeméért, Golgotai keresztáldozatáért, sarmadati feltámadásáért mehetünk mi, Isten fia, Istenünk vére megváltunk-e. Tanítsátok a legszebbre a legjobbra. A ti életetek viteléből viselni meg Isten végtelen aláhagyó szeretetét a Krisztus Jézusban. Ez a keresztény. Járjatok egy kis figyelmű példával.
éljetek szeretetben, szeressétek az Isten teljes szívetekből, teljes lelketekből, és szeressétek a másik embert. És akkor tiétek az ígéret, én ti veletek vagyok. Mi hiszünk és valljuk, hogy az Atya Jézus Krisztusban ennek a kisgyermeknek az életét fogja kísérni, ad neki egészséges fejlődést, a szülőknek, keresztszülőknek, kiterjedt családnak pedig ad erőt, szeretetet, békességet. Úgy legyen. Mielőtt a keresztény sákramentumát már kiszolgáltatnám, két kérdést intézek hozzátok, amelyekre hallgatom szóval felejtve. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy egy kisgyermeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten közösségében a keresztény Kina Szent Egyházat befogadjátok? Akarjátok-e? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy felnövekedvény vagy önmaga tegyen vallást kitérő konfirmációnak. Válaszoljatok, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Mondjuk el egyházunk hitvallását, hiszek. Hiszek egy Istennek, mindenható atyára, mennynek és földnek teremtőjére, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, ki fogadtaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Világ. Antal, én téged keresztellek, az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek nevében, langyos a vízben. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten megáldó és megőrző közössége legyen egy kicsit gyermek. Yeah.
mellettem, ha nem vagy én mellettem. Megyek azért jövök, megyek, hogy így hozzájegyek. Húzatom a nautát, ide megállok az ablakoknál, ide bedobok egy rózsát. Egy szeretettel a komájának, az Antikának legyen szerencsés!